Jaj, ide hello bello mindenkinek ismételten. Az előző live után egy kis pihi volt, ugyebár, és akkor most következik a jó kis Wreckfest, amihez, amint látjátok, és ez engem is meglepett, gyors, beleigattam itt a dolgokat, szóval van magyar nyelv. Alapból van a játékban végre magyar nyelv. És ahogy elnéztem, egész jó a magyarítása, majd meglátjuk, hogy milyen lesz a játékon belül, de én sem láttam még, úgyhogy ez egy tök új dolog. Most azt nézem, hogy miért mozog a izé? Most van hangja a játéknak? Mondjuk elképzelhető, hogy picike zenét hagytam alatta, de nem mindegyik zenét sajnos, mert nem annyira hangosan, mert sajnos egy-kettő az ilyen copyrightos zene, úgyhogy ja, nem akartam megkockáztatni, hogy a YouTube-on esetleg copyrightos legyen, vagy akár itt a Facebookon. Na szóval, gyerekek, és megváltozott ez az egész menü, ez se ilyen volt, de mekkora már, ez nagyon komoly. Tehát így a háttér így elfordul, ahogy ezek a menük bejönnek, ez sokkal szebb lett, mint volt. Gyerekek, igen, na most azt ugye tudni kell, hogy azért nagyon sok frissítés jött már azóta, mióta utoljára játszottam ezzel a játékkal, hiszen mikor volt az már lassan egy éve, vagy hát nem tudom, talán egy éve nem, de nagyon régen volt, szóval egy csomó frissítés jött, és lehet, hogy egy csomó meglepetés lesz benne, nem tudom. Na de a lényeg az, gyerekek, hogy karrier módot fogok játszani, ugyebár, tehát nem egyéni eseményt, meg nem ilyen izéket, hanem karrier mód. És akkor ugye, hát ugye úgy indul, hogy vannak ezek a különböző szakaszok. Ugye először is területi junior, ez a regional juniors pontosabban, aztán van a nemzeti amatőrök, tehát a hazai amatőrök, azután vannak a challengerek, aztán lesz majd a pro kategória, és aztán már a világbajnokság, ahova még soha nem jutottam el. Azt hiszem a Pro International volt a legutolsó, ahol egyszer abba hagytam, csak aztán az a mentés eltűnt, amikor új Windows kellett föltenni. Na mindegy, a lényeg az, hogy gyerekek, ezzel kell kezdeni az egészet. És hát akkor van itt egy olyan, hogy Mennyei-megyei. Na nézzük a magyarítás, gyerekek, erre nagyon kíváncsi vagyok. Mennyei-megyei. De milyen jó le van már magyarítás. Milyen ötletes az elnevezés. Földbe döngölve, pontszám, korlátozások. Az idei búcsú, na gyerekek, akkor most tessék. Várjatok, ezt lehetne úgy is csinálni, hogy pillanat, ez kell nekem a kis programkám, tehát akkor próbáljuk meg így. Hamisítatlan motorsport őrület várható ezen a hétvégén. A közönség jókedvéről ugyanis egy régi módi derbi keretében fog gondoskodni a mezőny, amelyhez a keretet egy sáros aréna, valamint a haldokló motorok csípős, püspamacsai biztosítják. Az esemény minden jármű kategória előtt jutott, szóval készülj egy kemény menetre. Remélem, hogy átváltoztatta a hangomat, és nem csak... Na mindegy, remélem, hogy jó volt, de ahogy látom Kristófnak a reakciójából, azt ítélem meg, hogy igen, működött a dolog. Na, jó van gyerekek. Hát akkor kezdjük azzal, ugye elmondom, tehát ez az egész junior dolog, ez most ezekből a versenyekből fog állni. Amikor egy-egy verseny megcsináltam, ezeket 100-ra kell teljesíteni, tehát a 0 per 100 helyett 100 per 100 kell legyen, meg minden. Itt 400 pontot kell elérni, stb. És ha mindegyik kategórián végigmegyek, itt már ilyen lelakatoltak is vannak, tehát ezeket abszolút el se érem. Ha minden kategórián végigmegyek, és mindegyiket sikerül maximálisra teljesítenem, akkor fogok tudni majd átlépni a National Amateurs-be, ami még ugye szintén le van lakatolva, majd aztán így szépen megyünk sorrendbe tovább. Már megint kaptam 40 csillagot. Köszönöm szépen Csima Balázs Péter. Tartsd meg ezt a jó szokásot, gyerekek! Na! És akkor ugye mivel kezdődik? Challenge, eat dirt, egyél sarat! Úgyhogy akkor elindítjuk, és akkor... Gyerekek, nagyon furcsa nekem ez magyarul. Hát olyan furcsa... Szóval, plusz feladatok, oszd ki te a legtöbb sebzést. Zúz le legalább 5 fűnyírót. Tehát akkor, igen, ez a plusz feladat, ez csak csillagért. Tehát ez ilyen plusz feladat, ez nem a... Tehát nem ez a lényeg, hanem az, hogy megnyerjem, de ezek ilyen plusz feladatok, ezeket, ha megcsinálom, akkor plusz dolgokat kapok érte, és akkor itt vannak a versenyzők. Hát ugye, Verda az fűnyíró. Verda, de milyen komoly ez a magyarítás? Ez nagyon tetszik. Nem amatőrök csinálták, az most látszik. Ja, Verda sírülés normál. Valósághű, durva. Gyerekek, szerintem maradjunk most a normál egyelőre. Öm,
Patrik, a te kérdésedre válaszolva, nem tudom, mennyire lesz ez fárasztó. Én csinálom nyilván, ameddig bírom, nagyon remélem, hogy sokáig fogom bírni. Eddig egyébként nagyon élvezem, mert teljesen már még egy hét se telt el, de már megszoktam, hogy ennyi live van. És igazából teljesen úgy intézem a napomat, hogy ez mind-mind beleférjen, és ne legyen probléma. Tehát igazából remélem, hogy nem lesz fárasztó, figyelj, én azon vagyok, hogy ne legyen. Na, de akkor kezdjük el, gyerekek, már itt elpofázom az időt már 10 perccel lassan, és még semmi. Jó. Na, akkor gyerekek. És akkor most, várjál, most akkor hogy kell ezt indítani? Csak simán enter? Ja igen, simán enter. Jó. Még ez is magyar, Fairfield legelő. Ha rákattintasz, igen, leír minden infót róla. Na, amíg ezt töltöd, iszak egy korty vizet. A szódánál nincs jobb, gyerekek, az igazság. Ki szereti a szódát egyébként, meg ki nem szereti a szódát. Na gyerekek, itt vagyok most, viszont nekem furcsa ez, mint hogy nem lenne hangja. Nem tudom. Na mindegy. Jó, gyerekek, esemény. Ez nem érdekes, a tuning most nem érdekes, mert ugye ez nem tuning hallható az a jármű. Később majd a többi autó egyébként igen. AVS teljes, kipörgésgátló fél, menes stabilizat teljes, nemekes amatőr, ez a nehézségi szint. Ja, ez az ellenfelek. Na nem, hát azért világklasszis, is az nem. Koca vezető. Ilyen is van. Ez, gyerek, ez nem is... Jó, ez lelkes amatőr, az kész. És akkor esemény, és akkor elvileg enter. Nincs hangja! Mi van? Hello! Az oké, hogy levettem a hangerőt, de ennyire? Zenet futam közben, ezt én... legyen. Gyerekek, nálam nincs hangja a játéknak. Ti halljátok a játéknak a hangját, de én nem hallom a játék hangját. Ez mi? Ez nagyon nem jó. Hello! Nincs hangja a játéknak. Mi a szar? Várjatok. Főhangerő. A live-ban van hang. Igen, azt látom, gyerekek, mert látom, hogy kijelez. Azt látom, hogy kijelez, de nálam nincs hangja. Nem hallok semmit. Na várjatok, ez most itt árulás. Meg kell néznem, mi az Istentől nincs hangja. Várjatok. Semmi hangja nincs. Nem ár. Ez így nagyon szar. Hova ment a hang? Hova tűnt? Hova tűnt a hangja? Minden itt van, be van állítva. Nálatok van hang, nála meg nincs. Ezt nem értem. Figyeljetek. Csináljuk azt, hogy én most kilépek. Kilépek, mert... igen. Kilépek, mert ez így nem jó, mert amikor a live-ot nyitottam, akkor volt hangja. Benne is volt, hogy lettem a hangja, és a hangot volt. Én most kilépek, de az egész előre fogom működni, mert nem értem. Nem értem, mi a baja. Lehetek, és mi van, hogyha itt állítok kapátul az elején. Állítások, hangok. Ez de szar. Mi van ezzel? Jó, tudjátok, hogy teljesen kilépek. Most fekete képernyőt láttok, de közben dumálok, hogy nehogy azt higgyétek, hogy véget ért a live. Itt vagyok, indítom előről az egészet. És remélem most lesz hangja. Bugbear Entertainment, amit ti most nem láttok még elvileg, ezt most már láttatok kéne. Most se látjátok? Most fekete képernyőt láttok, csak azt nem értem miért, amikor már tölt a játék. Jó, megvárjuk, amíg betölt, és meglátjuk, mi van. Elnézést kérek. Nem csúszott ki a... De! Hallod? Nekem a billentyűzetemben van bedugva a füles, mert ez egy ilyen billentyűzet. És megnyomtam azt a kurva gombot. És lenémította a mikrofont. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Timár Greg Ildikó, a segítségedet. Nem húzódott ki, csak benyomtam ezt a rohadt gombot, és kikapcsoltam. Nem hiszem el. Komolyan mondom. Na itt van, megjött a kép. Csapja az enterre. És már rohadt hangos, már szedem is le gyorsan a hangot, mert ez már itt nagyon hangos. Jó, remélem, hogy jó lesz a hangerő. Jó, sorry gyerekek, ez.
ezt a balfasz mintén. Szóval, Junior, ez, már kezdünk is, nem várakozunk semmit. Fú, gyerekek. És hányszor jártam már egyébként így én is? Hogy nem értettem, miért nincs hang. Na mindegy. Szóval megnyomtam ezt a rossz gombot. Oké, üdvözlünk az arénában, és akkor ez hangos lesz. Már most megmondom nektek. Úgyhogy hallottam is le az egészet. Főhangerő 6%? Jó, remélem, hogy ez már jó lesz. Na nézzük. Tehát cél most az, hogy ki kell löpni a többieket. Egy. Egy megvan. De ötöt kell, ugye, bár ott kiírja fölül, hogy zúzz le öt ellenfelet. Nem jött össze, még mindig csak egynél tartok. Ott valaki nagyot borult. Jaj, a szalma bála, nem azt akartam elvinni. Ez, nem. Várjunk. Azt. Á, nem. Bakker, el kellett volna kapni, amíg éppen borulásba volt. Kritikus sérülés. Ezt nem fogom kibírni, srácok, ezt a versenyt. Anyád! Lezúztak! És kigyulladt a izé, semmi baj. És most kell megvárni, hogy... Ja, újraéledés, persze, mert itt lehet több... Igen, itt több lehetőséged van. Igen, igen. Tehát itt nem, itt nincs az, hogyha... Avok mekkora borult magától a majom. Olvas már hátra. Szóval itt nincs az, hogyha meghalsz, leesel a izéről, akkor vége, akkor itt még van lehetőséged újra kezdeni, amíg az időbe beleférsz. Ugye most van még másfél perc ebből az egészből. És már kettő sikerült lezúznom. Hát nem, ez nem. Szivárog a lengés csillapító. Ajjaj, leestem, nem baj. Gyors újraéledés, és mehetünk tovább. Egy percem van még, hát kicsit több. Aranyos a fűnyíró Csabi, köszönöm szépen. Tegnap vettem a Bolha piacon. Mondom, jó lesz ez nekem mára versenyezni. Főleg, ha neki megyek a szalmabálának, mert kicsúszik ez a jármű. Jaj, gyerekek, ezt a játékot megint nagyon élem. Annak idején is nagyon szerettem. De most megint nagyon élem, sőt. Hát most még jobban is. Jó, de most már elkapni valakit. Gyerekek, ez nem lesz meg. Na végre már. Három. Még kettőt kell. Valakit el kéne elkapni, akinek oldalról. Neki tudok menni. Nem. Basszus már. Nem jó. 6% a HP-n. És nem lesz jó. Nem lesz meg, gyerekek. 20 másodperc, és a kocsi... Vagy a... Enter! Gyorsan, hát amíg belefér! Csoda lenne! Egy! És... Nem! Nem! Nem lesz meg! Így nem lesz meg! Jó, ebből lesz a gyerekek! Valakit még? Azt ott! Nem! Nem baj, restart... igen, köszönöm. Szóval restartot kéne nyomni, enter folytatás. És akkor előről. Köszönöm szépen Kristóf a linket, így van srácok, a Csap Ark csatornámat kövessétek be, illetve iratkozzatok fel ott, vagy iratkozzatok fel ott, és akkor ha valaki nem marad ezekről, akkor másnap mindig vissza tudja nézni az összes addigi live-ot. Kaptam egy teljesítményt hol. Storm Warning. Jó. Nem jó. Ez az? Nem. Vagy ez? Felborult? Nem borult fel, nem borult fel. Na így, táborabból jobb lehet így. Kamerát váltottam. Ez az! Nesze neked! Eddig egy. De még mindig kell azért négy. Jó. Nézd meg, és eltolatnak, annyira szemetek, annyira ki tudják számolni, mikor kell elindulni. Nem baj.
megfordulok, és... Nem jó. Nem jó, ajaj. Az autóm 19%-os a járművem. Ugye ott bal alul láthatjátok. Már csak 8, és már le is vagyok zúzva. Úgyhogy enter. Semmi baj, ez még... Ez még bőven jó lehet. Valakit ügyesen el kéne kapni oldalról. De annyira csúszik ez a jármű. Ajaj. Azaz. Kettő. Az a benézze, nekem akart jönni. Kevesebb, mint másfél perc. Nem állok ki, hogy gyerekek egyáltalán. Az előbb legalább 4 meg volt. Nem, az neki megyek annak a szarroncsnak. Nem. Na, kinek van kevés HP-ja? Nem, azok semmit a fortól, gyerekek. Ennek nagyon kevés HP-ja itt mellettem, de nem tudtam eltalálni. Borulj már meg! Gyerünk, gyerünk! Á! Megint nem lesz meg, 40 másodpercen van is. Á, elmentünk egymás mellett. Ne pörögj már ki! Baszki! Na, kritikus sérülés. Á! Á, nem! Nem jön össze! Na még egy, oké, eddig 3, de hát már kevés az időm, 10 másodperc alatt ez nem lesz meg. Főleg így, hogy mindjárt széttörök, hát 2% és itt a vége. Vége. Aja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 j
már csak ebben az is jó lenne, ha a multiplayer is lenne, és mindenki csinálhatná. Hát van benne multiplayer, lehet, akinek megvan a játék, azt mondja, tudnék együtt játszani. Úgyhogy akkor újrakezdés. Jaj, ezt is megoldották! Most már nem lehet betűvel, ugye eddig mindig meg kellett nyomni azt hiszem az X-et, amikor estartolni akartad. És néha akkor is megnyomtam, mikor nem sikerült egy ilyen izé, és mégis tovább engedett, de viszont mivel nem volt az az első verseny meg az adott kategóriából, ezért hiába csináltad meg faszául a többit, akkor sem engedett tovább. És ez egy baki volt, de most lehet, hogy kiküszöbölték ezzel, hogy egérrel kell kiválasztani. Ez viszont tetszik. Igen, mert ez olyan baromi rossz dolog volt. Na, gyerekek! Harmadik próba, csapó 3. Adj! Nesze! Mit kapott? Az mekkorát kapott, gyerekek? Az már a kórházba került. Ott kötött ki. El kéne kapni őt! Úgy. Ez már jobban tetszik. Nézd meg a majmot, nekem jön hátulról. Igen. Nem jó. Baszki. Jó, hát a 2%-os fűnyíromban azt hiszem... Mondjuk ha egy embert le tudtam volna ütni, az úgy jó lett volna. De nem baj, eddig jó. Próbálj sebességet szerezni és oldalon neki menni valakinek. Ezt próbálom. Szerinted? Nem tudom. Csak az nem olyan egyszerű, mert mindig pont akkor érek oda, amikor elmennek az orrom előtt. Tehát... Lehet, hogy neked tök könnyűnek látszik, de hidd el, hogy nem az. Meg jár rá, hogy meg csúszik is a izé, a fűnyíró. És kipörög a hátsó kerék. Hogy engedjél már el innen. Gyerekek. Nagyon, nagyon kipörög. Nézd meg, és neki megyek, de nem, ezt mondom. Olyan nehéz kiszámolni most, hogy tolatni fog, vagy előre indul, vagy ott marad. Ez az, 3. Van még másfél percem, jó gyerekek, nagyon jól állok. Ez most itt tetszik. 4, és akkor már csak egy kell, ahhoz, hogy átengedjen. Ott van. Kihívás teljesítve 250 XP-t ért, egyébként.
De azért teljesítsük már túl akkor, ha lehet. Szóval próbáljuk azért még kilögdösni emberkéket. Például ezt, na 6. Na most engem zúztak le, nem baj. Van még egy... Van még majdnem egy percem, gyerekek. 7. Túl teljesítem magam. Mit akartok? Ez az? Na, nem számolta be. Nem számolta be. Pedig azt én segítettem oda. Igen. Nem, nem. Az. Nem. És elhúz. Nem baj, srácok, hát túl van teljesítve kettővel a terv. Vagyis hát az elvárás. Ajjajjajjajjaj, na 10 másodperc. Lesz még egy 8. Lesz még egy... Jó. Nem, mert kikerülöm őket. Jó, akkor nem lett 8. Viszont, elvileg én zúszom le a legtöbbet. Itt a vége. Igen. Na, tessék, túlléptem. Pont akkor nyomtam Enter, mikor amúgy is vádott volna. Nem baj. Viszont ott van a cuccak, amiket feloldottam. Sporthűtő, sofőrkeret. Ezt mondjuk bukórásnak jobban mondanám, de mindegy. Jó. És... Á, gyerekek, nagyon élem ezt a játékot megint. Nagyon élem. Jó. Oké, ez 100/100, tehát ezt mondtam, hogy ez teljesen jól, ez ki is lett pipálva, tehát ez egy tökéletesen jól megoldott dolog. Aztán van egy ilyen Natural Born Wreckers, de én most nem akarok ezzel menni. Ez a banger, ez most igazából nem is tudom micsoda. Ez most nem enged tovább? Várjál. Ez most nem enged tovább. Jó, ezt valamilyen nem tudom választani. Ja, mert gondolom előtte ezt meg kéne csinálni, és akkor aztán engedne arra. Aha. Viszont ezt meg tudnám. Ez... Most versenyt akarok menni. Ez Demolition Derby, ez Demolition Racing. Na akkor ezt. Igen, ez jó lesz. Na gyerekek, Rakittal megyünk. Hát nézzük meg. Köszönöm szépen a követéseket, illetve a lájkokat az oldalra. Aki nem tette meg, azt tegye meg, és akkor nem fog lemaradni a különböző lájkokról, amik egyébként mindig 5 órakor kezdődnek minden nap. És minden nap 2 darab van. Kivétel akkor, hogyha 1, de akkor viszont hosszú. Tehát akkor ez egy jó 3 órás live. Ilyenek a GTA-k, ilyenek lesznek a Red Dead Redemption-ök. Na, Bloomfield versenypálya, Oval Dirt pálya. Üdvözlünk az arénába, és akkor itt fogunk menni, gyerekek. Méghozzá ezzel a kocsival. Na most nézzük már meg akkor, hogy miket írogat. 100% föld, 3 kör lesz, mezőny 16 emberből áll, 406 méter a pálya hossza, és itt vannak az extra célok, hoz ki legalább 500 sebzést, illetve hozta a legjobb köridőt. Jó. Esemény előrehaladása, ezt még itt... Ja igen. Ja igen. Aha, szóval ez háromféle futamból fog állni, ha jól értelmezem. Ja igen, a kiesők. Ugye az első kettő jut tovább ide, aztán onnan is az első kettő megnyeri valamelyik, vagy valami ilyesmit, így értelmezem. A nehézség az szerintem marad, ha tuning az most nem érdekes. Vagy... Á, nem érdekes. Az a baj, a tuningot nem szeretem, mert mindig elkurom vele. Tehát mindig csak rosszabb lesz. Na jó, akkor enter. A gyerekek, ez egy új pálya. Ezen nem voltam még. What? Ez tudni, hogy ez a verseny eddig nem volt. Volt egy ilyen, de az fűnyírókkal volt. Ja, ez egy új verseny, gyerekek. Meg kéne valahogy előzni az érőket. Az első hely mindenképpen kell lenni fog. Gyerünk. Utolsó kör, legjobb idő, na egy szél már megvan. Utol kéne érni ezt a szerencsét, amit előttem. Ajjajjajjajjaj, elbasztam! Á, ezt elpúrtam. És mindjárt itt a harmadik kör vége, úgyhogy ez... ebből restart lesz. Jó. Újrakezdés. Muszáj újrakezdeni, srácok, mert különben nem fog tovább engedni. Tehát ez mindig ilyen. Vagy első vagy nem enged tovább.
Na go! Párhúzzák egymást, nem baj. Engedj már el, te szutyok, mert oda csapok, hát nem igaz. Menj már innen el. Gyerekek, ez baromi nehéz. Haló. A vége nehézsége szintet kell állítanom. Gyerünk, gyerünk. Jaj, inkább ezt így nem. Ezt ne erőltessük, ne erőltessük. Ez így jó, tökéletes. Nem tudom utolérni. Hát... Nem tudom utolérni. Hát hogy előzzem ezt meg? Komolyan. Ezt komolyan gondolta a játék. Hát... Na jó van gyerekek, ez így nem jó. Tudok itt valahogy állítani nehézségi szintet, ha erre nyomok? Jó, persze, tényleg. Nézzük. Aha, tudok. Kocavezető. Jó, gyerekek, én is az vagyok, szóval nekem ez pont elég nehézség lesz. Így már mindjárt jobban tetszik. Te szemét! Miattad nem nyertem az előbb. Úgy gyerekek, hát de hogyha ez ennyire nehéz az előző szinten, akkor mi lesz majd a világbajnokságban? Szerintem ezt hagyom így. Hagyom így. Nem akarok egy pályával szarakodni fél órán keresztül, szóval... Az extra cél nem lesz teljesítve, de már nem is érdekel. Ott a vége. Jó, köszönöm szépen. Igen, folytatás. Igen, nagyon jó, tökéletes. Osz kész. Igen, következő. És akkor most már előről indulok. Vagy várjál, az előző az nem időmérő volt? Lehet, hogy csak időmérő volt, nem? Akkor viszont meg mindegy lett volna. Ó, baszki. Na mindegy, nem is néztem. Legjobb idő. Ja, még illik is a nehézségi szint hozzá, Csabi. Ja, mert koca, mi? Oszt akkor malac. Ja, egyébként ja. A majom, nézd meg, kijön a pályára elém. Itt a vége, fuss el véle. Köszöntöm szépen. Jó, ezt most gyorsan túl megyünk, gyerekek. De higgyétek el, hogy a később már ez is nehéz lesz. Ez a fajta nehézségi szint. Úgyhogy most egyenlőre ezen maradunk, aztán majd meglátjuk később. Jaj, kamerát váltottam, baszki. Hogytok ezzel hátra nézni? Nem tudom már. Ja, besíts állítva szerintem. Jó, mindegy, akkor nem nézzük hátra. Pedig szeretek hátra nézni, mert jobban látom, hogy hol jár a mezőny. Főleg itt, hogy semmi térkép nincs, hogy valami. Legjobb idő megint megvan. Igen, ott megint kijöttek. Azokat nagyon elbulizták egymást. Ez viszont már 6 körös. Az ott mit csinál baloldat, láttátok? Igen. A gyerekek, így meg már túlságosan könnyű. Tehát pont a kettő közötti nehézségi szint kellene, ami nincs. Ajjajjajjajjaj. De nagyon élvezem azt, hogy magyarul van az egész. Nagyon tetszik, srácok. Kifejezetten, ennek a játéknak kifejezetten jót tett ez a magyarítás, főleg ezzel a fajta magyarítással.
Nagyon, nagyon jó pofa magyarítása van. Nagyon jó pofa magyarítása van, nem az átlagos. Na szóval, ezt most megnyertem. Folytatás. Köszönöm, köszönöm. Virágot az öltözőbe, a sört itt a helyszínen kérem. Igen. És akkor... Jó, lassan 4-es szintű vagyok. Igen, selejtező volt. Na, erre gondoltam, hogy mindegy lett volna igazából, hogy végzek. Nem időmérő, hanem selejtező. Igen. Na és akkor... Most a Demolition Derby, amit rühellek, mert kurva nehéz. Ja, ez az. Ja, ezt nem szeretem. Jó, srácok, essünk rajta túl. Nem szeretem ezt. Szóval tippek, ha nagyon megcibálják a kocsidat, idővel leharcolódhat a motorja, a váltója, a felfüggesztése vagy a fékjei, ami teljesítmény romlással jár. Az pedig nem jó. Oké, Fairfield sárgödör. Utolsó verdáig. Nagyon jó magyarítás. Egy kis térkép van, látom. Buggy? Egyébként meg hoztak be újabb autókat, tehát a korábbihoz képest. Úgyhogy még azokkal se találkoztam. Ez a duma. Ha komolyan odavernek a Verda kerekeinek, akár le is repülhetnek, az pedig nem menő. Ez komoly. Na gyerekek, akkor a feladat... Esemény 1/1, ugye csak egy eseményből áll. Na most extra cél, osz ki legalább 1500 sebezés, zúz le legalább egy ellenfeled. Jó, hát igazából megpróbáljuk. Jó, és most van az, hogy mivel Roncs Derby tolatni kéne, hogy óvjam a motor, ami elvileg elő van. Hagyjál már! Nézd meg, de hát nekem jönnek az is tolat. Áj! Jaj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 
Élve nem kötelező, ez csak extra cél, de egyébként meg a cél az lenne, hogy elsőként végezzek. Tehát az utolsó állva maradt autó maradjak, hogy legyek a pályán. És higgyétek el, baromi nehéz. Nem tudtam elkapni. Igen. A kocsi mindig 70%-os, gyerekek. Az nagyon jó. Egy autót azért le kéne zúzni az extra cél miatt. Gyerünk. Azt le kéne kapni. Itt szembe. Kevés a HP-ja. Nincs meg a lendületem hozzá. Meg el is kanyarodott. Jó, akkor leszarom. Nem jó. Fordulj már meg! Mi? Ott van! Ott van! Mi kell itt? El kell kapni! Mi kell itt? Nekem kell, ami kell itt! Nem! Szétszúzták! Kap be, mi kell itt! Ilyen majom vagy, hogy nem ide hozzám jösszel. Menni fog, autótörésben már jó vagy. Látod, gyakoroltam az előző live-ban. Na! Nem jó! Viszont gyerekek, a kocsim az még több mint félig ép, úgymond. 56%-os. És leszarom már az extra szélt, mert nem szeretem ezt a fajta versenyt. Vagy hogy mondjam, ezt a fajta, igen, verseny. De sokkal jobban szeretem azt, amikor tényleg rendesen versenyezni kell egy pályán. És nem így szanszél törni másikat, mert ebben egyrészt nem vagyok jó, kettő pedig béna vagyok. Jó, megmondtam. Jó. Na akkor, most nekifutásban. Anyád. Neked is. Már csak öt ellenfél van. Gyerekek, már csak öt ellenfél van. Azt a kurva. Jaj, hagyjál már! Nem ész innen, te pervert állat. Négy ellenfelem van, gyerekek. 36%-os kocsival, hát nem tudom ez mennyire esélyes. Á!
Állj! Várjunk! Azaz, azaz! Oké, feladat teljesítve. Egy lezúzás megvan. Többi nem is érdekel. Kettő ellenfél van, na most én hagyom, hogy ők valahogy szézúzzák egymást, és már csak egy maradjon. És remélhetőleg ez a 35% ez már elég lesz. Sőt, ennek alig van HP-ja. Megpróbálom lezúzni akkor. Hát így nem jött össze. Nagyon, nagyon, kívül. Hallok, menj már el innen! Jó, gyere, 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 gyere! Azaz, szép, kritikus sérülés, és meg se... túlélte! Gyerekek! Ez az... cseszitek szét egymást, kérlek! Breakfast csirke? Azaz! Törjétek szét egymást, kérlek szépen! Nem, most nem meredtek kimenni, mert nagyon kevés lett a HP-m. Haha! Ne! Jó, nem ment le a százalék. Jó. Gyerekek, szét kell törnöm valahogy. Mert nem boldogulunk egymással. Tehát hárman vagyunk még mindig az arénában. Hol van? Ott volt. Gyere! És saját magát fogja széttörni egyébként. Most már mindenki toladdat egyébként. 7%! Ne csináld már, kérlek! Hát 36-ról indultam. Jaj. Na jó, nem érdekel. Megfordulunk. Nézzük, ott vannak ők, olyan kapcs az egyik, itt a másik. Ezek engem akarnak. Hát mindkettő rám jön, össze, ezért fogtak egymás ellen, vagy egymással. Jó, nem érdekel. Hagyjatok békén, most a tényleg. Lángol a kocsim. Lángol a kocsi motorja. Nem jó. Hol vagytok? Lezúzva! Remélem, hogy te is belepusztultál, majomfej! Újrakezdés. És innen bukom el, gyerekek, olyan szar. Jó, megfordulok. Na. Az a baj egyébként, hogyha most, ha most fognám magam, megmutatom nektek, és eltakarodok innen, és elkezdek itt körözgetni, úgyhogy nem érnek belém, meg én sem érek belém, tehát nem ütközünk össze, akkor a program elkezdi figyelni, hogy hát én próbálom megúszni a dolgokat, és elkezd visszafelé számolni, és hogyha az alatt én nem ütközök össze valakivel, akkor kizárnak a versenyből. Szóval ez úgymond csalás. De nézzük, de próbálom azért megúszni. Vagy szépen leamortizálják egymást. És akkor végre túl leszünk ezen a versenyen. Aha, ott van. Kontaktidő. Most kell ütköznem. Muszáj ütköznem, mert kizárnak. Erről van szó. Jó, nem gond. 93%. Nekek apránként meg lesz. Meg 2%, ó, az bőven jó. Jó, belső nézet. Hogy van új feelinges így is. Na jó, nekem ez a kamera kell.
Jó gyerekek, hát 16 ellenfél van. Itt el vagyok. De legalább túl leszek ezen, és akkor most megint ütköznöm kell, mert most megint izé van. Kontaktidős, akármi. Arról van szó. Ez hogy nem túl, hogy mondjam, sportszerű, hogy ezt így csinálom, gyerekek, de ez van. Ezt viszont szét kéne ütni, mert nem tudtam. Jó, akkor viszont fék. És tolatunk. És hát, ha szét tudok majd úszni valakit, ugye az egy extra dolog, még mindig. Na például azt, ott lesz a 40 minut kebab. Hát nem. Na. Mi kell? Itt van megint mi kell. Annak ott nincs HP-ja, nézzétek! Jó, megvan! Meg is van! Ellenfél 4. 78%-os hogy csinál? Jó. Most még jobb, mint az előbb. Na, ezeknek már alig van HP-juk, úgymond. Jól van, kocsanás, ellenfél 2. Na, 4-ből hirtelen 2 lett. Pénteken lesz PUBG, így van, jól látom, írod. Lesz persze, hogy ne volna. Na nézzük, az előző kék, amelyik nagyon nekem akart jönni, az most ott van. Ott, látjátok? Ő volt, azt hiszem az. Rivális kívánc szájba, riválisodba, hogy bosszút állj és bónuszpontokat szerezni. Ja, értem! Na végre a magyarításnak tényleg van értelme, mert most már értem, miért kellett ezt így. Jó, már megijedtem, hogy úgy marad a kocsim. Na, mi kell itt? Ott van Mikelli. Alig van HP-ja, gyerekek, ennek... Nézd meg, és túléli! Én most neki megyek orra, nem érdekel. Nem, ez nem volt elég. Ez bizony nem volt, nagyon lassú volt így. Itt a vége? Ha! És ott van! És kettőt lezúztam, első hely! Yes! Winner, winner, chicken dinner. Folytatás. Jó, na szóval, hálós kivágás rakethez feladottam egy ilyet. Ez egy motorháztető egyébként. Ezt oldottam föl csak. Jó, akkor enter. És akkor négyes szintre léptem. Nagyon fasza. És akkor mehetünk is tovább. Köszi Kristóf. Hí, gyerekek. Szóval teljesítve végső helyezés, csillagok. Szereztem egy csillagot. A kettőből egyet tudtam megszerezni. És 200x200. Szóval ez itt tovább engedett. És akkor van 1-2-3 darab pipánk. És hát akkor most már vagy ez van hátra, vagy pedig ez. Csak azt nem tudom, hogy ezek közül melyik... Megnézzük ezt. Ez az, ez jó. Ez jó lesz. Közben most olvasok csetet, gyerekek. Meg vissza is görgetek. Mert szerintem én jó párról lemaradtam. Habár nem. Nem. Aki most jött, annak üdvözlet. Na gyerekek, akkor törjük tovább autót. Autót. 10-ek, ha nagyon ki akarsz tolni egy versenytársal, akkor menj nekik úgy, hogy végül nekiütköznek egy statikus objektumnak, például egy falnak. Valószínűleg nem fogják megköszönni. Még ezek a tumák, te? Kurva jó. És ez a üdvözlök az Alinában Midwest Motor Center. Egyébként meg... saját kocsit még nincs, azt hiszem. De majd később tudunk venni egyébként saját autót is. Amit tudunk tuningolni meg minden. Ez az. Na, ez már ismerős pálya, ezen már jártam.
Á, jó, sokkal jobban vette a kanyar. Nesze, majom! Azaz, menj ki a francba! Viszont csak be kéne állítani ezt a izét, hátranézést, mert rohadtul rossz, hogy nem látok hátra. Hogy nem látom, mi van hátul. Minden esetben most első helyen vagyok, úgyhogy is addig fasza. Legjobb idő, az is fasza. Mert kimegyek a pályáról, az már nem fasza. Hát... Köszi Kristóf a linket továbbra is. Ott van a mögöttem lévő, bal oldalt fönn a sarokban látjátok. Ajajajajajaj. Szóval ilyen messze van tőlem 5 másodpercre. Szóval távolodok. És az a játék még mindig baromi szép, gyerekek. Utolsó kör, legjobb idő megint. Szóval még az időben is javítottam, de hát így mondjuk nem nehéz, hogy nem is a pályán megyek. Oj, ne! Oh my god, ne! Ó, baszki, utolért a izé. Mi? Nem jó! Elkúrtam! Ja, várjál, ketten versenyzünk, ez most ilyen duel? Ja, ó. De ez nem jó, gyerekek. Újraindítás, ez nem jó, mert kihagytam úgymond a checkpointot, levágtam a kanyart, mint mondtam, és nem fogadta el. Szóval most muszáj ezt újra kezdeni. Viszont így jó, hogy csak ketten vagyunk. Hát nem így terveztem, nem baj, utolérjük. Három körbe sok minden belefér. Hehehehe. Ez az. Mind nagyon mögöttem van, legjobb idő, köszi. Nem is tudom, mi volt most az extra cél, de megint le fogom vágni a... kanyart. És elhúzott a csávó. 8 másodperce van előttem. Szerintem ezt már értelmetlen befejezni. Aki most jött a live-onnak, üdvözlet. Örülök, hogy itt vagy. Érezd jól magad. Hát ezt így nem fogom. Ezt már nem fogom megnyerni, gyerekek. Ezt már elcsesztem, olyan. Ott megy előttem. Hát nem tudom. Egy köröm van. Egy köröm van, hogy ezt utolérjem. Illetve felnézzem. Az most maradunk az úton. Na, a végén még utolérhetem, gyerekek, utolérhetem, csak elkúrtam a kanyart, mert hamarabb kanyarodtam. Gyerünk már! Jaj, ne! Ne! Megdobod a... Igen, újraindítom. Na most. Kösd fel a gatyát, te teknős. Purple. Oh!
A gyerekek, most már azért jobb, és akkor igazából első kör az enyém. Legjobb idő meg is van. Most már itt próbálok figyelni ennél a résznél, mert ez így nem jó, hogy kétszer is levágom a kanyart, és respawnolni kell, úgymond. Na, ez most szép volt. Ó, gyerekek, sima ügy, meg lesz ez. Nem szabad rontani, és ez nem fog tudni engem visszaelőzni. Jó, mondjuk a nehézségi szint le van véve, ez nyilvánvaló. De akkor is. Oké, még egy pár kanyar, kettő azt hiszem. Igen, egy, és itt a második kanyar, ezen már a célegyenes ráfordító. És akkor ezt megnyertem. Ott jön mögöttem. Turtle Keer. Köszi, itt a vége fusselvéle. Nagyon király, és akkor folytatás. Hát most szerintem nem kaptam semmit, így van. Hogy tapsolnak, de aranyosak. Jó, akkor gyerekek, ez a karrier sorozat, ennek a, tehát a karrier sorozatnak ez a része teljesítve van. Szereztem egy csillagot az egyből, szóval ez okés. És akkor szerintem most van az, hogy... Jó, akkor már csak ez maradt, és mindjárt meglátjuk... Várjál már! Na várjál. Most ez nem ugyanaz? Vagy most mi van? Szia, Marcel, hello. Aki akar pörgetni az előtted tépő versenytársat, csapd oldalba a farát. Na jó. Ja nem, ez most más, most többen vagyunk. Gyerekek, akkor hajrá! Háromkörös a verseny. A pálya ugyanaz egyébként? Nem, ez egy másik pálya. Új rivális. Jaj, jaj, jaj. De elhúztak, gyerekek. Ez nem jó így. Nagyon elhúztak. Jó, utolértem őket aránylag. Nem jó, nem jó, nem jó. Na így. Ez az. Ez az. Feladat teljesítve, fasza. Az azt mondja, nyugodtan. Ez rólad hátraváltás, vagy hátranézés. Jó, következő futamadat be kell állítani a gyerekek, mert ez így nem jó. Ja, nem jó, elkúrom, elkúrom. Megint hamar kanyarodtam és átugrottam, nem baj. Jó, és akkor még egy köröm van. Legjobb idő ismét. Utolsó kör. Ajjaj, 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 ajjaj. Menj innen el. Ez így kiel.
a pálya valahogy nem fekszik nekem, gyerekek. Valahogy nem tudom úgy bevinni a kanyarokat, ahogy az kéne úgy igazán szépen. De itt a vége elvileg. Igen, és akkor külső. Erről van szó. Ott a vége. Első hely, legjobb idő, a legjobb kör is az enyém. Egy 47-8-43 volt a legjobb kör, és a utána következőnek meg 49-156. Na! Köszi! Kaptam kereket. Ilyen harmadik stílus nevezetű kereket. És... közeledek az ötödik szinthez. Jól van, Kristóf, köszönöm szépen, hogy itt voltál, a moderációt meg, hogy nézted meg minden. Szia, szia! Na, következő. Futam. Minél több pofont szed be a motorod, annál nagyobb eséllyel hagyhat ki átmenetileg a meghajtás. Sérült váltómű mellett ugyanakkor váltáskor egyes fokozatok kimaradhatnak, a váltási idő pedig megnövelt. Igen, ezt tapasztaltam korábban is. És amúgy a Savolax homokbányában leszünk, méghozzá a rövidített verziójában. Igen. Na itt vagyunk, gyerekek, megérkeztünk, és akkor nézzük a versenyt. Adasz! Adasz! Nem! Na gyerekek! Ez szerintem itt esélytelen. Innen már 16. helyről. Azért megpróbálom, hátha. Mondjuk így pályai ismeret nélkül elég nehéz lesz. De hátha mégis. Na, 7. hely, 6. hely, gyerekek. És ott van előttem az élmezőny. Hát akkor meg mit akarok? Azok ott kimennek bulizni, hello! De nem is néztem, mi volt az extra feladat. Na mindegy, nem is érdekel. Most csak a verseny győzelemre hajtunk rá. Futam győzelemre. Oké, okay, és akkor itt a cél egyenes, és akkor már csak egy kör, de most már meg lesz. Sőt, már én érek be elsőként a második kör végén. Fasza. Ajjajjajjajjaj. Itt a vége, gyerekek, itt a vége. Egy szép kanyar, fogjuk rá egy szép túlzás, egy szép, de mindig kanyar. És itt a vége. Na, fasza. Szerencsére ezzel nem szenvedtem meg. Hát igen, ez még az első kategóriák között ugye van. És hát ez még nem túlságosan nehéz. Meddig tart még? Körülbelül egy fél óra. Tehát kb. Fél óráig. És akkor következik a következő futam. Mennyei megyeiben, ugyebár még mindig, és akkor most egy ilyen aszfaltos pályán fogunk menni. Tehát nem dirt pálya lesz, hanem aszfalt. No. Picit lassan tölt. De egyébként szerintem sokkal gyorsabban tölt most ez a játék, mint korábban töltött. Én úgy emlékszem, hogy régen sokkal több ideig tartott egyébként a töltés. Na! A 3x4 eseményben vagyunk, szóval ezen kívül lesz még egy esemény. Igen, és akkor... vezes akadálynak legalább egy ellenfelet, ez az extra cél. Jó, meg kéne próbálni. Ne hagyhattam be a billentyűt, a francba, mindegy. És aszfalt pálya, ez azért jobban fekszik nekem. Bár mondjuk, most ott van egy dörtös rész.
Na, neki akartam vezetni, és nem tudtam, mert én mentem neki az akadálynak. Nagyon jó. Ott van, megvan. Ez mekkora jó látvány egyébként. Az ott mi? Ott volt egy izé, egy pilóta, egy fél pilóta ott lebegett az út fölött. Milyen bug ez, gyerekek? Az... Ó, baszki! Mert ilyenkor kell nekem ránézni a chatre? A rajtál ugrott ki, tényleg? Mert láttam ott valamit megvillanni. Akkor az volt az. Ó! Ez látványos volt. Ez az, kipörgetés, nagy boom, 100 XP, 100 XP. Gyerekek, kapom az XP-ket, ott a pilóta, hát ez kész. Na, ez egy aránylag szép kanyar volt. Hamarabb kellett volna kanyarodni. Ez az. Na és 8 másodpercre mögöttem van a második, szóval az előnyöm az igencsak nagy, és igazából itt a vége, szóval átmegyek a pilótán. Hú, elütöttük. Na itt a vége. Szóval, Csabi, ha megkérdeztetem, mennyit ajánlott neked a Facebook? Kerekítve, nagyon kerekítve. Katyak érdekel. Az, hogy katyak, vagy kajak? Jézus, így leírva kajakot? Elipszilonos jével? Nem, figyelj, ezt neked nem fogom elmondani, és sőt, senkinek, mert ennek senkinek semmi köze. Se kerekítve, se vagy. Na, viszont ez a verseny is meg lett nyerve, és akkor már csak egy van ebből a sessionből úgymond hátra, egy verseny. Így van, és ez megint csak ilyen dörtös pálya lesz. Várjunk csak. Na most nem, beállítások. Itt nem tudom beállítani? Ja, várjátok! A verda sérülés normálon van. Vagy nem? Ja nem, semmi. Ez más, másik sérülés. Tehát nem. Összekevertem a kétféle nehézségi szinte beállítását. Szóval oszki legalább 500 sebzést. Hát ez nem tudom meg lesz-e ebben az utolsó versenyben, mert ezt ugye összesítve veszi szerintem. De mindjárt meglátjuk. Sandstone versenypálya, homokkő. Homokkő. Na, tiszta Minecraft gyerekek. És ez is rövidített pálya lesz. Na nézzük. Ja, az 5-szer sebzés, akkor ez csak erre vonalkozik. Jól van, hát akkor gyerekek. Nézzük. De szép a felhő. Jaj! Lol! Nem így akartam, de így is jó. Hát kaptam itt a 100 XP-t. Jaj, tudom már melyik ez a pálya. Beugrott. Ez nem egy rossz pálya egyébként. Csak még frissíteni kell a memóriámat, mert nem emlékszek, hogy pontosan milyen kanyarok vannak itt. Maxell! Bebasz!
Mozert kilöktem. Három körös verseny ez is. Legjobb idő enyém, hát nyilván én lépem be először a célba. De ezzel még javítok majd most. Ez az. Én mindig két másodperce mögöttem van a második. Még mindig két másodperc, nem tudok előrébb menni egyszerűen. Mondjuk kanyarokban az én kocsim, tehát én, mint játékos, sokkal gyorsabb vagyok. Elvileg, mint az ellenfél. Hát, ja, picikét most előrébb mentem, de nem sokkal. Na most kettőből lett három másodperc. Újabb, legjobb idő és utolsó kör, gyerekek. Ez a szép kanyar volt. Igen. Most nem bugolt a pilóta. Előbb nem tudom mi volt. Érdekes bárka, de mindegy. A gond akkor lett volna, hogyha nem tudtunk volna átmenni rajta, és neki megyünk. Az úgy szép lett volna. Viszont ezt megint megnyertem. Most kezdem kielvezni azt a részét ennek az egésznek, hogy most még tudok nyerni, aztán később majd leszek olyan pályák, mint az utcai pályák, amikor egyszerűen nem fog menni, mert baromi nehéz. Arra emlékszek, hogy az tényleg nagyon nehéz. Na, ötös szintet már átléptem, lassan 5,5, és akkor most beállítom szépen a billentyűt, mert ez nagyon idegesítő, hogy nem tudok hátra nézni tényleg. Na, 3/4 a csillagok száma, szóval nem szereztem meg az összes csillagot, na de se baj. Igen, engem szerződés köt arra, hogy ezekről a dolgokról én nem beszélhetek se videóban, se live-ban, se sehol. Ennyire egyszerű. Úgyhogy ezt a témát itt le is záratjuk. Hát igen, Csabi, egy kocavezetőnek ez a dolga. Vezetni a malacokat a célba. Hát, nem tudom. Az annyira nem malac. Viszont, akkor most visszalépünk, és akkor... na mi van? Hello! Ja, hogy ez most, ezt nem tudom választani, viszont akkor ezeket igen, majd, sőt, még innen is tudom ezeket választani, de ezt megint nem tudom. Jó, akkor majd szerintem, jaj, verseny, a fűnyírokkal, ez is baromi nehéz, gyerekek. Jó, semmi gond, én most kilépek, vissza a beállításokhoz, igen, és akkor irányítás, na és akkor hol van itt a hátranézés? Le, kameraváltás, igen, nem, itt van a hátranézés, shift a hátranézés, na jó, akkor a kameraváltás, én ezt átteszem V-re, mert a GTA-ban azt szoktam meg, ez lesz akkor a C, és a filmszerű kamera pedig az X, jó, és akkor hát, tehát C-vel fogok hátranézni, jó, nem lépek én ki sehonnan, hanem, visszamegyünk ide a juniorba, és akkor, válaszok ki ezt. Várjunk? Igen, nem nevezhető a Verda, mert nekünk most ezzel kell menni. A kis fűnyíróval. Jó. És akkor töltsük be. Ja nem, már be is van. Hát Ájszó, ne haragudj emiatt, hogy nem Csabi Nyonot nevezte el. Én sem nevezném el a kék madarkámat Ice Bluebird-nek. És nem azért, mert haragszunk egymásra, mert nagyon-nagyon jóban vagyunk, csak hát minek? Jó, na akkor gyerekek. Nézzük ezt a fűnyíró versenyt. Jaj, ettől félek, megint félek. Mert ezt tudom, hogy milyen baromi nehéz. Ez az? Az ott mi? Combine? Mi a szar? Nem, ez egy másik verseny. Srácok, ez se volt még korábban.
Igen, a 8-as pálya stimmel, de akkor nem volt... Nem volt benne Combine. Na szóval, Zúza legalább egy ellenfelet. Hát, örülök, ha megnyerem egyébként. Mert ez egy nagyon nehéz... Ennek Combine-nal mi a szar? Nehogy kilökél. What the fuck, mekkorát borult? Csúszkálok össze-vissza. Gyerekek, ez volt nehéz lesz. Vagy nem? Nem tudom. Jó, most negyedik vagyok. Hat körös a verseny, ugye 8-as alakú a pálya. Ajaj, átmegyek a testeket. Na jó van! Nyald meg! Újrakezdés. Hajaj! Na go! Jó, most azért jobban kezdtem szerintem, fokkal. Alok már kiesett. Ajaj, nem jó, nem jó, ha így kimegyek, mert talán szar visszajönni, mert megcsúszok meg minden. És csúszik ez a szar! Jön a Combine! Oh my god, hát láttátok, átment a izén, a fűnyírós emberkén. Hát az fasza. Az azért úgy komoly. Jaj, nem akarok belemenni? Az meg. Hát ez rohadt. Ez még nehezebb, mint volt a korábbi. Gyerekek. Valahogy egész más a fűnyíró irányítása, szerintem sokkal... Jaj! Nehezebb lett. Na jó van, ennek is sem értelme. Előről kezdjük. Benzines Dodge-em. Egyetnek az a neve, hogy GTA. Versenyzőnek, vagy mi? Ez a pilóta sokáig nem bírta, az se. Na, fel a teljesítve, gyerekek. Hát ezt nem így akartam, de összejött. Elgördült a bal első kerék. Jó. Lehet, hogy nem fog úgy csúszkálni. Jaj, de csúszik ez a szar. Hú, gyerekek, ez még rosszabb, mint volt, és roncsok minden hol az útban. Nem baj, ők is megszívták. Ők se kerültek előrébb, sőt, mi több. Még én közelebb is kerültem hozzájuk. Ott jön a kombány. Jó, elmenj. Na és akkor most a roncsival valahogy ki kéne kerülni. Aha. Igen. Bazd meg! Gyerünk már! Második hely. Nem baj. Ez bocs, ne haragudj, haver. Nem baj, hogy második vagyok, mert hát, ha összeütközik valahol valakivel, de ez így szar, mert csúszik. Utol kéne érni mindenképpen. Még ezek a roncsok. És? Első? Első. Bocs, bábú. Na most ez a kombány engem akar zúzni, hogyha oda megyek mellé. Remélem, hogy nem. De hogy teper, ez nagy dög. Legjobb idő, köszi. Erről van szó. Eddig is ott kellett volna mennem, nem kimenni a szélére. Jaj, nem ezt akartam, most meg még rosszat nyomtam. Szóval most már szépen nézek hátra, jó. Nagyon király. Remélem, hogy ez nem vág, nem minősül levágásnak. Jaj. Mögöttem meg senki, ugye? Nagyon jó, gyerekek. Király. Ott a vége. Jó, másodjára sikerült. Folytatás. Reward, jutalomfestés, fűnyíró.
Szóval van egy újabb felső is a fűnyíróra. Nem gond. Majd akkor egyszer megnézzük. Ja, igen, tovább kéne lépni. Na, ez is megvolt, már én nem. Tovább, igen, ő volt. És akkor most van ez a folk, akármicsoda, illetve még ez a Micro Madness. Nézzük meg ezt a folkot. Ide viszont melyik autóval? Vele tudok jönni, de jöhetek a Rakittal is. Várjunk, végsebesség, ennek 5. Kormányozhatóság 4,9, 3,3, 4,7. Hát szerintem akkor ez mindenképpen jobb. Ja, maradjunk meg a Rocketnél. Jó. És aszfaltpálya. És ha jól láttam, akkor ez megint csak a, igen, a Cross, Fincross Arena. Holnapi horroron engedélyezve van a csatornának áramkodás. Hát módjával, jó? Tehát módjával. Tehát ilyen lájtosan lehet. De nagyon durván nem. Na, jó, 1/4, ez is 4 eseményből áll, és akkor szerintem srácok, ezt én lejátszom, ezt a 4 eseményt, és aztán lesz majd a live lezárás. De hát ez még legalább 4 verseny, ha nem kell újra kezdeni. De ez nem az a pálya, amire gondoltam. Ez megint egy másik pálya. Vagy nem? Vagy ez most... Nem, ez egy új pálya? Nem tudom. Nem új pálya, nem már beugrott melyik ez. Szerintem. Aha, igen. Ez az, ahol nem szabad neki menni a guminak. Igen. Már megint rosszat nézek. Jó, gyerekek, megvan az előnyöm. Nem nézve, mi az extra feladat. Azt mondom, hogy ilyenkor igazán kiírhatná. Ajjaj, nem jó. Nem jó. Oké. Na, eddig elég íznek tűnik ez a futam. Easy come, easy go. Ajjajjajjajjaj. Ez a kanyar szemét, mert annyira hirtelen szűkül. Ajaj, nem. Á, nagyon a nyomomba van ez a Brains akárki, de itt a vége. Nem is figyeltem, baszki, hogy ez az utolsó kör. Jó, fasza. Na, hát ez megvolt. Kaptam sportkipufogót a Rockethez. Ez a kocsihoz. És akkor én a következő futam. Aki megy, srácok, annak jó éjszakát kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt volt. És akkor megyünk a következő futamra. A másodikra, a négyből. És be is töltött. Norfolk Ring. Aha, ott a pálya, a vonalvezetése. Éri célba legalább 50 méter előnnyel. Érdekes, jó. Gyerekek, ez is egy vadi új pálya. Ezen a pályán sem voltam még. Ez tök jó, hogy ennyi ízé dolgot hoztak be. Ajjajjajjajjaj. Mi van, így két fel lehet menni? Aha. Szóval itt letettem a jobbra is menni, meg erre. Aha, jó. Jó tudni.
50 méter előnnyel. Hogy az Istenbe? Utolsó tanulja az elsőt. Miféle előny? Menj már innen el! Sietek! Á, ez a kanyar! Ezt mindig elcsiszem. Na jó, most fejre megyek. Jó, hát ez is érdekes útvonal. Talán a másik egy picikével könnyebb. Nekem legalábbis. Jajajajajaj, itt meg ez a sikán. De elfúrtam ezt is. Nem jó. Hát ebből nem lesz 50 méter előny, gyerekek. Ebből örülök, ha megnyerem, az első helyed lesz. És itt kell fékezni. Na, ez már jobb volt. És akkor most inkább erre megyek. Aha. Hát nem tudom, melyik a jobb útvonal. Talán ez még mindig akkor is jobb. Szóval nem is kell fékezni. Ott a vége. Na most sikerült az előny, vagy nem? Szerintem nem, mert akkor kiírta volna. Gondolom. Nem baj. Kaptam sport légszűrőt a Tristar kocsihoz. Az ugye a másik. Jó. És akkor még kettő futam, gyerekek. Kettő darab futamocska. Na nézzük. Ha úgy érzed, hogy te vagy a Jani, vezess manuális váltóval és kuplunkkal. Szorítunk neked, hát kapd be. De hogy vezetek én úgy. Még csak az kéne. Még hogy manuális váltóval. Ha hogyne. Mindjárt, kettővel. Szóval, vezest a hordát egy körön át. Hát ez meg lesz. Aj, de szép. Aj, de szép ez a naplemente. Naplementa. Ez is új pálya, gyerekek. Ezen sem voltam még. Azt a kurva eget. Micsoda pálya ez. Ajajajajajaj. Ne! És merre? Az meg! Értem. Tehát itt bármere mehettem volna. Jó, nem érdekel, nem kezdem újra. Mondom, új pálya. Hát igen, srácok, a pálya ismeret hiánya azért meglátszik. Szar úgy menni egy pálya, hogy fingod nincs, hogy mikor mi jön. Hiába van ott a minimap, amit amúgy nem is nagyon szoktam nézni. Ó, gyerekek, XP-ket szerzek 1000-rel. És harmadik hely. Na megint ott kúrom el, ugyanúgy fölmegyek erre a pultra. Ez de komoly ez a rész. Amúgy. Legközelebb, hogyha meg lesz az előnyöm, akkor megyek balra, megnézzük, hogy az milyen az a rész. Á, nem lesz meg a izé. A kihívás része. Vagy az a izé. Nem lesz meg, mert a cél... Szóval az első... Szóval, na. Utolsó kör bekezdése után előztem csak az elsőt, de tök mindegy, mert már visszaelőztek, úgyhogy ennek itt annyi, és megint fölmegyek a pupra. Tudjátok, hogy én most megnézem ezt a bal oldalt. Ő is? Jó, gyere, menjünk, nézzük meg együtt. Hoppá! Nem előzöl meg? Menjél, hát ezt éppen csak megnyertem, gyerekek. Azt hittem arrébb van a célegyenes vége, majd hát a körnek a vége. Oh my gosh.
Szia Marci! Üdvözöllek! Örülök, hogy te is bekukkantottál, bár igaz, már lassan a végén vagyunk, mert egyetlen verseny van hátra. Szívó, mi az? Sport szívócsonk a Rockethez. Szóval egy verseny van hátra, aztán live lezárás következik. És akkor, hát akkor tényleg utolsó futam, hát így néz ki a pálya, Mastin Moto Center, és nekem kell hozni a legjobb köridőt, ennyi a izé. Ennyi a különleges extra kérés. Mit szólsz a GTA 5 RP szervezés? Mi az egész RP-zésről véleményed? Figyelj, hogyha normálisan meg van csinálva, és nem úgy, ahogy az MTA szerverek, hogy ugye gyakorlatilag nincs NPC az utakon, tehát kb. Tök üres a város, ha nem látsz játékost, akkor úgy tetszene. Tehát nekem abban csak az nem tetszett, hogy az egész olyan halott volt. Úgyhogy, ha az normálisan meg van csinálva, bár nem voltam még GTA 5-ös szerveren, RP szerveren, csak annó, még egy, legalább egy év, amikor az egész csak bejött Magyarországra, úgymond, az nem tetszett. Mert tiszta bug volt az egész. És spacok, ez is egy tök új pálya. Igen, új versenyek ezek mind, és úgy látszik, hogy ezek már teljesen új pályák járnak. Csak befurakodok. Vagy nem, ez nem új pálya, ez nem új pálya. Ez nem új pálya, ezen voltam már, igen. Beugrott. Ajaj. Jó, az a sikán, ez tetszett. Jó, akkor megint erről megyünk. Mondjuk ez rövidebb is egyébként. Hiszen kisebb az ív. És akkor már csak egy kör. Ennyi a legjobb köridő. Bassza. És sehol senki gyerekek mögöttem. Úgyhogy van egy fal. Tele gumikkal már. Jó, most megnézzük ezt a részt. Na, megyünk erről is. Kár volt egyébként. Mert rosszabb, de mindegy. Legalább láttuk. Jaj. És itt a vége. Yes! Winner, chicken dinner! Első helyezés, köszönöm szépen. Legjobb idő is az enyém lett, ugye? És akkor folytatás. És akkor most már ez a szakasz teljesen le lett. Utcai karburátort kaptam egyébként. Azt már nem láttam, hogy mihez. Szóval ez a része teljesen le van zárva. Így van, teljesítve. Hát kettőt szerezte meg a 4 csillagból, amit lehetett volna. És kaptam egy kupát, gyerekek. Ah, a bajnokság! Én lettem a Regional Juniors bajnoka, ezt nem tudom megforgatni? Úgy megforgattam volna ezt az aranyosságot itten. Nagyon komoly. Összpontszám 1500/2400, de várjál már! Ez ki van pipálva? Tehát 1500 pont már elég ahhoz, hogy tovább jussak. Jó, és akkor gyerekek, amit látjátok, a National Amateurs ugye feloldódott, tehát a következő alkalommal innen fogok tudni majd tovább játszani ettől a ponttól. Úgyhogy gyerekek, ez baromi jó lett, ennek nagyon örülök. Aztán lesz majd még ugye a Challengers, a Pro Internationals, és ez itt van World Masters, ahol még soha büdös életben nem jártam. És egyébként most nézem, hogy itt ugye 1500 pontot gyűjtöttem össze, de 2000-et írt, na mindegy, itt majd 1800 pont kell ahhoz, hogy tovább jussak. Itt 2200, itt 2600, és itt már 3600. Szóval ahogy megyünk előre ebben az egész bajnokságban, úgy lesz egyre hosszabb és hosszabb minden egyes ilyen verseny, vagy hát ilyen session, vagy hogy mondjam. Na, jó van, srácok, akkor most ennyi volt ez a gamma. A holnapi napon akkor ugye, mit tudom én, mi is jön, holnap csütörtök van, akkor elvileg folytatni fogom a Cube 2-t, ha jól emlékszem.
Ja, Cube 2, illetve aztán jön majd a horror gameplay, ugye a The Beast Inside-nak a folytatása. Ez a játék már a régebbi streamekben is tetszett. És Marci, egy csomó dolog, grafikailag is szerintem sokkal szebb lett, nekem legalábbis nagyon úgy tűnik, sokkal szebb az egész, és rengeteg új dolog jött be, eleve az, hogy magyar a játék. Tehát ez korábban nem volt magyar, és baromi jó, hogy magyar, mert sokkal egyszerűbb megérteni a feladatokat, meg mit tudom én. Meg amúgy tök jó pofán van lefordítva. Na, szóval gyerekek, akkor holnap ugye akkor a The Beast Inside, illetve a Cube 2 folytatása következik, aztán ugyanúgy 5 óra környékén fogunk találkozni. Minden egyes heti rendet, tehát hogy milyen videók lesznek, a Csabinyó videó, szóval a Csabinyó Facebook oldalamon a borítóképen megtaláljátok, ezt mindig frissítem, hogyha éppen bármi változás van. Most például van is egy változás, gyorsan még akkor elmondom. Ugye szombatra volt beütemezve a Red Dead, nem, szombatra volt beütemezve a GTA online, de áttettem vasárnapra, mert Andi is fog tudni jönni, és így akkor a Red Dead Redemption pedig átkerült szombatra. Szóval szombaton a Red Dead Redemption online következik, szóval nem a story módot fogom folytatni, az majd jövő héten kedden. Úgyhogy ez most ennyi volt, srácok, még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!